ebben mindennapi kiállítást szeretnék most bemutatni Veres Istvánnál, aki rádiókat és régi tévéket gyűjt. Hogyan kezdődött nálad hát ez a szenvedély? Ez a szenvedély, ez talán a híradás technika katonaság révén került hozzám, mivel híradós katonaként, és utána 2006-ban meglettem a útszélén egy régi rádiót, amit talán még meg tudok mutatni, melyik volt az, és megsajnáltam. Hazavittem, majd évekkel később próbáltam éleszteni, és megszólalt. Legelőször is a katolikus rádió jött be rajta, de nagyon örültem, mivel megszólalt a rádió. És utána elkezdtem gyűjtögetni. Ugye sok lakásba megfordultam, mint gázszerelő, de a gyűjteményem több részből onnan is származik, meg próbáltam vásárolgatni. És akkor gyűlt. Majd olyan 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem rendbe tenni polcokat, rendeztem, mert halomba voltok, tehát őszintén megmondom, és akkor utóbbi 3 évben pedig fel is újítgattam már őket. Hány darab van most jelenleg? Jelenleg itt azt hiszem, hogy olyan 170-180 darab van még tartalék, amit fel kéne újítani. Az olyan 60 darab van. Tehát olyan 230-at eltő a gyűjteményem. És mik találhatók itt pontosan? Itt? itt található 1930-as évekből való Standard Tula 3-as. Ez a legrégebbi típus, ami nálam fölel lehető. Ez hallható füli. De az is hozzávaló korabeli? Igen, és álló hangszóró van. Ez még nem beépített hangszóros. Majd közelben ott látod a 34-esek, az egy reform, Eka Reform rádió, ami darabokba került hozzám szó szerint, tehát úgy se oldala nem volt, se teteje, ezt úgy kellett összeépíteni vissza. És működőképes most már. És jól is szól? Igen, majd be is kapcsolhatjuk, ha bejön rajta valami. Egy kicsit melegedni kell, ugye, mert ez... Mennyi idő egyébként, amíg melegszik? Hát egy olyan 3-4 perc. Uh-huh. Addig menjünk tovább szerintem. És találhatunk még itt egy olimpia 1936-ból a berlini olimpiára készült Magyar Philips, és ez is működőképes. Most mindegyiket nem tudom bedugni, mert nem... Na, hogy? Kicsit. Meg is. Lehet hangosabb, de... Ezzel? Egy kicsit, igen. Szabad, hogy kezdve van aztán az édesanyjának a következő években is tudod ebben. Melyik az a születési súly? Gondolom, hogy ez a... A másik talán Orion 100, egy nagyon ritka rádió. Kevés van már belőle. Ez is szinte darabokban volt. Ezeket újra politúrozni kellett. Újra festeni mindent. Tehát a belsejét viszont egy... Veszprémben lévő gyűjtőtársam, Vári József hozta helyre, és eredeti állapotban van. Tehát igazi kincs. Mondhatnám, vannak itt 1939-es Szorti néprádiónak nevezik. Ennek az értéke akkoriban talán, most nem tudom pontosan hány pengő volt, de most is jelentős gyűjteményi darab, és értéke is csak nő. Hogy lehet egyébként ilyen rádiókat találni? Vagy ezt felkínálják neked? Vagy régen a padlástakarításkor jutottak hozzád? Vagy hát hozzák, vannak kapcsolataim régi sírkereskedőkkel, és akkor azok ugye járják a falvakot minden, és azért próbálják nekem összegyűjteni, amit tudnak, és utána én megvásárolom pénzért tőlük, mert ingyen nem ad már senki semmit. Hát ez ilyen, mai világ nem arról szól. Mennyire nagy munka felújítani ezeket? Ezt felújítani elég nagy munka, mert ami régi lakott, mindet le kell tisztítani, újra csiszolgatni, és akkor elkezdeni a sellakkal, mert én sellakkal dolgozom, és a sellakkal való felhordás, hogy 4-5-ször kell megismételni, hogy így mutasson, mint ahogy előtted látod. Uh-huh. Ne legyen púp, úgy gondolom, hogy levegős, buborékos. Úgyhogy ez is egy Orion 555-ös, ez nem régen került hozzám, nagyon romaty állapotban volt, de most már működőképesen szól. És a belső tartalma? A belső tartalmát van egy jó segítségem, egy budapesti gyűjtő, aki
belsejét elviszi, vagy én elviszem, ő megcsinálja, visszahozza, és akkor összeépítem a belsővel. Ezt Pityusza Lászlónak hívják, egy nagyon jó gyűjtőtársam. Sokat cseréltem már, meg sokat is javított nekem. Úgyhogy örülök, hogy megismertem annak idején, mert szinte pozitívan hatott rám, hogy még invitálja, hogy többet szerezzek. Mert van, aki megszólaltatja a nagyon régieket is. Mennyire divat mostanában régi rádiókat gyűjteni? Mennyire népszerű az a hópi az országban? Azt ugye hát beszélgettünk, hogy Eves megyében Jukorban egyedülálló a gyűjteményed, hogy nem, az országban nem is nagyon tudsz másról, aki ezzel foglalkozik. Hogy országos szinten mi a helyzet? Országos szinten szerintem elég jó az állátottság, de főleg Budapesten, és van még Keszthelyen egy rádió TV múzeum a Nádler úrnak, az is népszerű, ő kiállít is hivatalosan, és hát most már kezdődnek a fiatalok körébe is egy kicsit gyűjtő szenvedély ráhatni, hogy ők is szeretnének minél régebbi rádiókat szerezni, de már nagyon nehéz. Milyennek a szépsége? Ennek a szépsége is az öröme talán a stílus, meg az, hogy megszólal, és akkor öröm hallgatni ezeket a régi hangokat, mert ez nem úgy szól, mint egy mostani tranzisztoros rádió, vagy akár mostani kicsit szólós. Kicsit elcsegősebb, meg talán jobb hangja is van. Csak a rádiók vannak itt, hanem nagyon szép gramofonokat is látok. Igen, gyűjtemény gyarapodott egy újabb gramofonnal. Ez 1925-ös kis gramofon. Ezt is a Cövek Béla Füzesabony illetésségű villamosmérnök úr állította helyre, és tette nekem lehetővé, hogy megszólaljon. Ha akarom, meg lehet. Igen, azt kérni is akartam, hogy szólhatassuk, ha lehet. Szépen szól. Milyen lemezeket kaptál, vagy tudtál beszerezni hát, hozzájuk? Ez egy kvaliton, de van toalit, és van még régi Odeon lemezeim is, ami el van téve egyik polcon van valahol. Azok régebbiek, ezek már fiatal gramofon lemeze. Szoktad egyébként hallgatni? Mert igen, hát, igen, igen, szoktam hallgatni. Igen. Sőt, azt mondja, nem, hogy elég sokat kint vagyok. Panaszkodik. Hát nem panaszkodik, csak ha vasol, akkor nem akar az ember bevenni. Jaj, gondolom, persze. A másik van, a Kazal énekel, a nevető. Megnézhetjük? Megnézem, vagy megindítom azt is, jó? A nagy nevettető. Igen, azért gondoltam, hogy ha már van ilyen lehetőség, akkor nézzük meg. Azt mondja, hogy hogy is indul ez? Bocsánat, mert már nem tudom. Igen. Egyébként mindegyik másképp indul? Igen. Másképp kell. Ez is... Valami más mozgatodik, azon kapatod. Ez mikor ez a gramofon? Ez a 30-as. Ez egy egy Columbia gramofon, és talán úgy érzem, hogy a 30-as évek beli. Pontosak nem tudok. Mennyire voltak népszerűk akkoriban a gramofonok? Mennyire volt elterjedve a családoknál? Szerintem Budapest környékén jobban el voltak terjedve, mint vidéken, de vidéken is találhatók voltak gramofonok, mivel az áramellátás még nem volt annyira, és akkor szórakoztak. Hát igen, ezt csak fel kell húzni. Ezt csak fel kell húzni, ehhez nem kell elektromos áram. Gyertyafény mellett lehet egy gramofonon ezt hallgatni. Kazal Lászlót hallgatni. Kazal Lászlót. Ezzel így mit lehet beállítani? Hát ezen kell beállítani a meglevő fordulatot, mert ezek 78-as fordulaton állnak, mint lehet látni, és ez vagy pozitív, vagy negatív irányba pontosan be kell állítani azt a fordulatot, hogy ez hangot adjon ki. Ezek a lemezek azért Sherlockból készült, elég súlyos lemezek, és nagyon törékenyek. Nem is olyan vékony, mint a modern hanglemezek. Nem, igen. Ezeket is úgy vágták, de manapság már ilyen vágásokat nem igen csinálnak. Ezt a két ormótlan rádiót, mert ez egy iskola rádió mind a kettő, egyik 1947-es, a másik az 50-es években készült. Az alsó az öregebb, és ez egy iskolai szeltárba volt felszerelve, és mint az osztálytelmekben voltak ilyen hangszórók. Ezeken akkor lehetett hallgatni, amit éppen beszéltek, négy csatornát vitt, vagy éppen amit hallgattatni akartak a tanulókkal. Ezzel adták magyarán a... Ezzel lehetett adást is adni? Igen, a Kossuth adót azt tudta adni, meg a
Petőfi, még akkor volt Petőfi Rádió. Itt lehet látni most már korábbi készülékeket is. Itt például fönt ezek már az 50-es években, 50-nel készült Orion 222-es gyönyörű kis rádiók szólnak működőképesen. És akkor jövünk tovább a Nagy Pacsirta, ugye a népszerű Magyarországon. De van alatta egy Orion 233-as, ami úgy tudom 1940. És működőképes, ezt is szintén egy gyűjtőtársam, a Vári József, mint említettem, azt tette a belsejét helyre. Tehát Veszprémbe le kellett vinni, vissza kellett hozni. Mennyibe kerültek akkoriban egy rádiók, akkori fizetéshez képest? Hát, olyan 180 pengőtől 260-ig. Ez olyan 260 pengő volt, ha jól emlékszem. Ez az Olimpia. De az is akkor, ez is pengőbe volt, de most pontosan nem tudom, de olyan 180-tól 260-ig voltak az árak. Volt még kellett rá. Volt még nagyobb árak is, de nem tudom most meghatározni, melyik. Egyébként gyűjtők egymás között szoktak csereberélni? Igen, igen, szoktak. De már szól is az a rádió. Igen, igen. Szoktak gyűjtők is egymás között csereberélni, de minden gyűjtőnek megvan az a bizonyos köre, akivel tud cserélni. Például én a Vári úrtól kaptam már elektrocsöveket, ami másik rádióban kellett. És milyen frekvenciát tudnak ezekbe fogni? Ezek közép, rövid és hosszú frekvencián működnek. Hát általában a középhullámon jön a Kossuth adó, az 54.6-on, és meg a Dankó jön még itt ezen a környéken, elég jó a Dankót lehet fogni. A régi Petőfi rádió helyén szokott jönni. És ez a kettő jó forma, ez a kettő, ami középhullámon, igen. De rövid hullámon elég sok adó jön a környékből. Pláne, ha nagy antenna lenne, de nekem csak egy DM darab vezeték van mindegyikben. De próbálkoztál egyébként még külföldi adót befogni? Ja, vannak, persze, vannak külföldi adók, sok van. Főleg a román, az közel van, de sok. Olasz is bejön, elég sok bejön ahhoz képest, hogy mint jó helyen vagyunk, tehát sík helyen vagyunk, nincsen. De egy betonos, nincs, de egy betonfödémes házban már nem jön be jóformán semmi sem. Mennyire kell bogarászni a keresővel? Hát élvezettel kell használni, tekerni a gombot. Szerintem, ahogy hallod, úgy hozza különböző nyelveket. Meg szeretném még mutatni egy 1938-as Minerva készüléket. Az a középső? Az a középső. Menjünk oda, nézzük meg. Ezt, amit ez teljesen én újítottam föl, belseje megújult egy úr által, de a külsejét azt teljesen újra kellett politúrozni, hát kitisztítani belsejét, és így néz ki. Gyönyörűen szól a rádió amúgy. Ez egy füzesabjúgy illetőségű Tóth Józseftől, biztos ismerős. Biztos ismerős, Tóth Józseftől kaptam. Bármikor kész lett, megsiratta, azt mondta, hogy sajnálom. Hazavitte volna szívesen. Igen, igen. Tehát ez... És van olyan rádiód, aminek van története, ami az előző tulajdonos esetleg megosztotta veled? Hát egy ilyen történet, talán ez a jó barát rádió tudnék elmondani, mert nem tudom, ismerős itt a környék, a Sziklai Csaba apukája, Sziklai János volt. És ezt őtőlük hoztam el, mint megcsináltam egy konvertort, és elkértem tőle ezt, mert megláttam. Akkor költözött el a lánya, azt hiszem valóva, és akkor pont akkor voltam ott. Ezt mondanám el, hogy ezt még a Sziklai János is hallgatta az 50-es években. Ez egy Orion 255-ös rádió, ez Vecsés Mellő egy úriembertől vettem meg. Nagyon ramaty állapotban volt, és helyre kellett hozni. De ugyanúgy működik a gramofonja is, meg a rádióra is. Akkor ez egy ritkaság. Hifitorony igazából. Hát igazi, akkori hifitorony. Akkori hifitorony. Már... Itt nagyon szépen jön a Dankó. Igen, pont azt mondtam, hogy nagyon szépen szól. Ez egy villanygramofon már, nem olyan, mint kurvés, az a mechanikus, hanem ez már egy villanygram. És előszeretettel hallgatod egyébként az ilyen Dankó-beli zenéket, ugye a Dankó-rát. Az, ami illik ezekhez igazából. Igen, de igazából hallgatom a Retro-t azon, 52-es kiadású Orion, az a legelső nagy. Azon jön a szépen szól Retro, minden. Igen.
Hát egész más hangjuk van már ezeknek. Az biztos. Mennyit számít egyébként, hogy fadobozos a hangszóra, hát meg minden? Biztos, hogy számít, mert jobban ki tudja adni, tehát zárt, és ide adja ki az egész hangot. Megindítsa a gramofon? Nem tudom, beindul. Persze. Kíváncsi a várjuk. Tehát a gramofonnyel még finomítani kell, nem az igazi. Nem viszi a fordulatot, pedig ez villany gramofon. Egyébként ezek is a régi lemezekkel szólnak, csak az újabbakkal, nem, mondjuk igen. Ilyen 70-es, 80-as években. Azokkal is megszólalnak. Azokkal is? Csak tönkreteszi a lemezt. Jaj, hát mert ez acéltűs. Aha. Tehát ez acéltűvel működik, és azért felhasítja. Felhasítja meg. Igen. Minden lemezhez új acéltűt kell betenni. Ez is egy, mert csirkeolvó került elő. De olyan állapotban... Meg. De ez olyan állapotban, hogy hát nem volt, se szövete nem volt, hát porosan össze volt repedezve a lapréteg rajta. De ezt helyre tettek. Hány munkaóra egy ilyet helyre rakni? Hát ez egy olyan... Hát olyan 40 óra biztos van benne egy rádióban. Ez is a 30-as évekbeli rádió, tehát... És ezért milyen szépen fel van írva, hogy honnan jön a igen. Adás? És a városból. És az, hogy... Hát egy kicsit szól, de... Nincs benne antenna hátul, de azért a világítás miatt már az kapcsoltam, helyszín. Hogy milyen szép. És ez is nagyon, nagyon csúnya állapotban volt. És tele volt szúrlukkal. Na most azt a szút azt ki kell érteni, mert akkor megeszi a többit. Tehát ezt egy úgy kell elképzelni, hogy mikor ide jön, én akkor beszoktam kötni egy fóliazsákba, két szélső a paton beletenni, az kiűzi? És az kiűzi. És utána még azt el kell mondanom, hogy utána veszek hozzá, ugye van a most már szúírtó vegyszerek, és akkor szilomannak vagy háromszor beengedni, és akkor így nem jön ki többet a szú. Utána minden lukot el kell tömíteni. Az a sok gond vele. Azért látom, azért még a nyomok. Nyomok még nyomok vannak. Látszódnak, de igen. Nagyon szép tett a felülete. Úgyhogy. Akkor ebben nincs antenna most jelenleg. Nincs, nem pillanatban, de itt van egy másik rádió, amit szívesen megmutatok. Ez a Mende már. Ez a Mende, ez 1940-es német rádió. Milyen szépen megért a világháborút. Igen. Lehet, hogy el volt ásóvaló. Mert ugyan egy... sokan elásták ám a rádióban. Igen? Igen. Mert egyszerűen be is gyűjtötték a rádiókot, hogy elmondjam, és nem mindenki azt kapta vissza, amit leadott. Talán erről a két nagy rádióról egy pár szót említenék, hogy ez 1939-es, működőképes, a másik az 1940-es, de az is működőképes most már. De ezért milyen jó, hogy megadták a módját, hogy megadták. Ugye milyen szép rádió, formája van? Formázott, faragott. És ez is egy lelakott rádió volt, úgy kellett újra csiszolgatni, lakkozgatni, mint szintén ugyanazt. Ez egy bútordarab volt. Hát akkoriban egy bútordarab volt, igen. Hát ezek sok, szerintem a nagy uraknak, a grófoknak szalonokba jutottak ezekhez. Orion gyártmányúak az alsó sor. Végig. Mindegyik működik. Nem tudok most beindítani egyet sornan, mert nem hoztam oda 220-at, de akkor fent vannak a néprádiók, amit említettem, ez is Orion gyártmányúak. Ez az 50-es évekbeli Rákosi fél néprádiók. Ezek voltak a legnépszerűbbek egyébként? Hát igen, mert ez volt a legolcsóbb. Mert ezt tömeggyártásban csinálták, hogy minél több ember hallgasson műsort. Műsorszúrás véget, ugye, kellett igazítani az embereket is. Igen. Milyen márkák voltak akkoriban Magyarországon az Orionon kívül? Orion kívül volt a Philips, az Eka, a Standard, a Philips, az Eka, a Standard, az Orion. Na, hirtelen, a Telefunken nagyon népszerű volt Magyarországon, az 1941-től 51-ig volt Magyarországon, tehát a hat a, addig utána kivonult, de szép rádiói voltak. Ez például Telefunken, az is. Akkor a másik oldalon van még a Telefunkenből több. Meg a végén. De az is népszerű volt Magyarországon. Minden háztartásban volt? Nem. Ez is csak a nagyobb polgári életet élő
embereknél tartott. Minden háztartásban talán az 50-es évek után voltak rádiók, a úgynevezett Velence, a Rákosi Néprádiók, akkor ott volt olyan, hogy Tihany, Badacsony, Pajti, meg ezek a rádiók már a 60-as évek elején, nincs is 60-as években a rádió, mind 50-es években ilyenek vannak. De a háztartásokban megtalálhatók utána már ezek a Orion rádiók is, a nagyobbak, de ez is csak lehet, hogy olyan, hogy művelődési házban volt egy, és ott hallgatták, vagy akár TSZ-irodán, vagy ilyen helyeken voltak, nagyobb helyeken. Többen hozzáférhettek, és nagyobb hangerejé volt. És Vízesabonynak itt milyen rádiós kultúrája van? Mit tudsz Nem róla? Ismerem. Nem ismerem. Nekünk azt tudom, hogy az első tévénk az tavasz volt, ami ott található. Majd mindjárt meg is nézzük. És erről vannak emlékeim, egészen a 70-es évekig használtuk, és utána jött be az Orion Victoria nevezetű, abból nincs itt, de akkor még szokás volt az, hogy akinek most tévéje van, akkor vitték a Sámlit az emberek este, és akkor beültek tévét nézni. Szomszédok. Tehát egy lakásban összegyűltek 15-en is volt. És nézték a tenkes kapitányát. Hát, nem tudom a többi rádiós emlékeket, nem tudom. Talán rádió emlékem még az, nekem is, nekünk is megvolt ez a Orion 227-a. Tehát ez is egy olyan, hogy nem volt egy olyan nagyon drága készülék. Hát elérhető volt ahhoz, hogy... Nagyon szép régi magnók is volt. Igen, igen. Örülök, hogy bemutathatom ezek a régi magnókot. Ez 1958-as Mambo magnó. Jelen pillanatban... Működni fog, mert ez is csöves magnó. Ez egy három darab magnóból lett összeépítve. Nem én csináltam, ezt egy feldebrei gyűjtőtársam csinálta meg. Három magnóból tett egyetembe. Nagyon érti a magnók, régi magnók készítését, újraélesztését. Borics Istvánnak hívják. Örülök, hogy ilyen szép magnókhoz tőle jutottam hozzá. Életünk így nem élhetünk tovább. Simulják szerelmesen. Ugye milyen nosztalgikus? Egy szív dobbanás. Ez 1958-as magnó. És a szalag? Az is a 60-as években való. Talán úgy jutottam hozzá, hogy valahol ideadták. Ez egy Kalipszó, 60-as évek közepe. Ez klasszikus, igazából. Szécsi Pál. Azért megvan a maga hangulata. Igen. És ez mindig működik. Én mutatom még itt egy igen, itt a 70-es években készült mélyelgi gyártalmi magnót. Kikapcsolom ezt. Rendben, hallgassuk meg a másikat is. És akkor... Abba milyen kazettát tettél, hogy szalagos? Ez egy szalagos és egy kazettás egybeépített. Ja, ez mind a kettő. Most látom, hogy itt van a kis magnókazetta. Itt a magnókazetta, és akkor is tekeljünk már vissza egy kicsit, mert le van járva a szalag. És ott megy a számláról is, hogy költ. Minden megy, minden működik rajta. Ez már négy sávos. Tehát... És ezek még csak... Át lehet váltani a másik oldalra. Ezek még csak két sávosok. És akkor mutatnám a kazetta részét. Ez már valami modernebb lesz. Modernebb zene lesz. Van még itt egy lemezjátszó, ez is egy Tesla, hát annak idején nekünk csak ilyenek voltak.
Ez már ismerősebb még nekem is. Igaz? Igen. És akkor... Meg a Pepita hanglemez. Hát igen. Ezt be kéne kapcsolni, van egy erősítő a másik oldalon. Jól szól. Ugye? Igen. Ez már igazi buli hangulat az. Szoktad hallgatni? Szoktam. Van még egy másik Tesla Magnum itt fönn. Aha. De most ahhoz ki kell kapcsolni ezt. Majd kikapcsoljuk, és akkor... Azért már sok mindent lehetett elvigyelni. Ez már 70-es évek. A magyar fiatalok ezekhez jutottak hozzá. Igen. De volt, akinek már ugye volt Sanyó kazettása is. Ez is a 70-es évekből? Igen, az is a 70-es években. És te miket hallgattál egyébként a 70-es években? Mi az, ami, melyik rémlik ezek közül a fiatal koromból? Fiatal koromból? Egy ZK 140 sem volt, ott nincs föltéve, de megvan. Megvan. Az sajátom? Sajátom, az megvan. Egy ZK 140-essel szórakoztunk. Volt olyan nevezető, hogy voltak ilyen klubok, ott viszont ez a Magnó adta rémet. Mm. Tehát, ahol összejöttünk többen, ott már ez a Magnó. De egy, ide összejött tőle a 20-30 a 60-as években. Nem csak rádiók és Magnók vannak itt, hanem régi képcsöves tévék is. Igen, és mind a négy darab működőképes. A jelen pillanatban egy működik. Ezt ez még tavasz. Ez a tavasz készülék. Ilyen volt az első tévékészülékünk. Nem ez az, de meg tudtam szerezni, és ilyen volt az első készülékünk. Ami ugyanez a típusú. Ugyanez a típusú volt. Ezzel hallgattuk a esti mesét. Hétfőn ugye nem volt adás. Vasárnaponként a tenkes kapitánya délelőtt. És akkoriban nagyon örültünk ezeknek a gyerekek. De gyerekek összegyűltünk négyen, öten, vagy szomszéd gyerekek is egy helyre leültünk, és akkor sálmiztunk. Ezen néztük a nagyon jó kis készülék. Egyszerű készülék volt. Ez most teljes állapotban fel van újítva. Köszönjük szépen, hogy körülvezettél itt a birodalmat. Én meg nagyon örülök, hogy itt jártatok, és akkor legalább többen is látják ezt az adást, és akkor itt megragadnám azt az alkalmat talán, hogy ha valakinek netán-tán van egy régi rádiója, vagy padláson talált egyet, szívesen elfordul. Ha nincs szüksége rá. Ha nincs szüksége rá, persze, csak akkor. Köszönöm szépen, hogy köszönjük itt jártatok. Köszönjük szépen, és jó szórakozást is. Köszönöm szépen. Az.